Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszöntöm gróf Seremetyev pap János urat és a feleségét, akik a Habsburg család magyar ágának a megbízásával és a képviseletében érkeztek. És szeretném, János, hogy egy pár szót mondanál most, ahogy szoktál mondani, egy pár szót, és mielőtt még ezt szeretném megmutatni önöknek, hogy inkább te mutasd. Mutassad, megmutathatod. Nem, a könyvet akarok szeretni. Igen. Hallottak-e már Alexandráról? A magyarok királynéja volt Alexandra is, és ezt a könyvet a gróf úr írta, hogyha valakit érdekel, majd az előadás után megnézheti, teli van képekkel. És nagyon különleges. Ugye akkor még más meglepetés is van. Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket a Habsburg család magyar ágának a nevében is. És szeretnék bemutatni egy vendéget, aki múltkor itt volt a tavalyi előadáson, az már találkozhatott vele, de aki nem annak újdonság erejével hat, itt van közöttünk személyesen Erzsébet királyné is, egy gyereke formájában, a hajerekéje van ebben a dobozkában. Ezt a karmelita apácák csinálták Bécsben, a Hofburgban voltak ők is, és titokban elcsentek, a fodrásznő elcsent levágott hajdarabkákat, és azok vannak itt benne, meg a ruhájából még egy kis pár darab. És egy másik érdekességet is hoztam, ez pedig az Andrássy család tulajdonában volt egy kis kitűző, sajnos a zománca az erősen sérült, de így is lehet látni, hogy ez egy ibolyát ábrázol, ibolya színű zománc volt rajta, két kis gyémántkő van benne, és ezeket Erzsébet királyné adományozta az egyik Andrássy grófnénak, aki udvarhölgye volt, pontosan még nem tudjuk, hogy kicsoda, vagy Andrássy Manóné volt, vagy Andrássy Gyula felesége Katinka kaphatta Erzsébet királynétól ezt a gyönyörű, szépséges kis ibolyás kitűzőt. Tehát ezt is majd az előadás után meg lehet közelebbről nézni. Mindenkinek nagyon kellemes időtöltést kívánok, jó szórakozást a mai tartalmas estére, fantasztikus előadónak át is adom a szót. Úgyhogy az előadás végén, aki szeretné, az jöhet, majd megnézni ezeket, csak múzeumokban lehet látni ilyen szép dolgokat. A mai előadásnak a témája Erzsébet királyné és Andrássy Gyula grófnak a különleges kapcsolata. Akik még nem voltak előadásomon, azoknak előre bocsátom, hogy hát igaz, hogy itt nagyon sok politikai dolog is van Erzsébet és Andrássy kapcsolata révén, azonban a politikai dolgokat és komoly történelmi dolgokat el tudják olvasni a történelemkönyvekben. Az én előadásaim pedig inkább az érdekes részletekre koncentrálnak, azokra, amiket pár bekezdésben el lehet olvasni csak a könyvekben, úgyhogy itt most mindenféle olyan érdekességről lesz olyan kutatások kapcsán. Amikor 1848. márciusában kitört a forradalom, akkor Erzsébet bajor hercegnő még csak ilyen kis 10 éveske volt, itt látják, 37-ben született, decemberben, és hát 48-ban ki tudjuk számolni, hogy márciusában még csak 10 éves volt. Ugyanekkor Bécsben is kitört a forradalom, és a császári család ennek révén elmenekült a Bécsből. Itt látható Ferdinánd császár, akit lemondattak Ferenc József javára, és Ferenc Józsefet végül is így elmenekülve, kevésbé káprázatos körülmények között koronáztak császárrá. És akik ebben tevékenyen részt vettek, a Zsófia főhercegné. Gondolom látta mindenki már a Sziszi című filmet Romy Schneider szereplésével. Van olyan, aki nem látta még? Igen, az a kérdés általában, hogy ki hányszor látta. Úgyhogy nem kell bemutatni Zsófia főhercegnét, azért sem mondok itt különösebb dolgokat, mert hogy hát ezt a filmben is eléggé hangsúlyozták, hogy Zsófia főhercegné ügyeskedett annak érdekében, hogy a férje is lemondjon a hatalomról, a trónról, és a fiát, Ferenc Józsefet tegye meg, segítségemre volt Metternich kancellár is.
Ferenc József véreskező uralkodóként vonul be a történelembe. Amikor én elkezdtem foglalkozni Erzsébet királynéval több mint 20 évvel ezelőtt, akkor én is inkább így tekintettem rá, mint egy véreskező uralkodó, de ahogy minél inkább beleástam magam a dolgokba, és megismertem úgy őt, mint embert, akkor nagyon megváltozott a véleményem róla, és most már egészen máshogy látom őt. Nem beszélve arról, hogy amikor ezek a szomorú történések megestek, kivégzések és száműzetések, akkor Ferenc József még nagyon fiatal volt, és teljesítette úgymond parancsra, írta alá az ítéleteket. Annyit még kiemelnék egy nagyon-nagyon fontos dolgot, amiben a könyvemben már írtam erről, az pedig az, hogy az aradi vértanú kivégzését Ferenc József nem hagyta jóvá. Őt megkerülve végezték ki, azt mondták, hogy nem érkezett meg a parancs, és ugyanígy Batthyány Lajos gróf miniszterelnöknek kegyelmet akart adni Ferenc József, de itt is azt mondták, hogy nem érkezett meg. Úgyhogy a véreskező uralkodóhoz ennyit tennék hozzá. Ez kutatás alatt van, és vannak erre bizonyítékok, de most már történészek is új cikkeikben, illetve könyvekben erre kitérnek egy-egy félmondat erejéig. Amikor kivégezték Batthyány Lajos grófot, akkor meg hát az aradi vértanúkat, legalább két ember volt, aki megátkozta az uralkodót, de volt több is bizonya, minden bizonya. Az egyik ember, akit így legendásan tartunk számon, az Zicsi Antónia grófnő, Batthyány Lajosnak a felesége, és a másik ember pedig Zicsi Karolina, a testvére Antóniának. Állítólag őt is gyengén szálak fűzték az egykori miniszterelnökhöz. Hallottak már önök erről az átokról? Valaki nem? Nem? Mert nagyon sokat foglalkoznak vele, hogy az átoknak sok mindent tulajdonítanak, ami Ferenc Józsefet érte a családi tragédiákat. Itt lesz itt is szó egy picit. Merénylet kísérletek is történtek Ferenc József ellen, hát nem volt népszerű nem csak Magyarországon, hanem az egész birodalomban több pontján nem volt népszerű Ferenc József. Az egyik merénylet kísérletet egy Libényi János nevű magyar férfi követte el, és nagyon súlyos volt, illetve még súlyosabb is lehetett volna. Azt hitték, hogy Ferenc József meg fog vakulni, úgyhogy igen súlyos volt ez a sérülés. Ami megvédte Ferenc Józsefet, az a katonai zubbonynak itt ez a vastagabb nyakgallérja. Állítólag Ferenc József akkor azt mondta, amikor rátámadt, vagy hát megtörtént ez a dolog, hogy neki esett a torkának, hogy kíméljék meg az életét, de hát nem hagyták meg az életét, mert itt sem, hiába ő volt a császár, nem számított, hogy a császár mit mondott, hanem Zsófia főhercegnél kivégeztette. Erre a sok vérengzésre, hogyha így nevezzük, hát véreskező uralkodóként tartották számon, kellett, hogy a jó hírnevét Ferenc József a birodalomban helyreállítsa, és nagyon-nagyon sokan voltak száműzetésben, börtönben, javaikat elkobozták. Egy esküvő, egy jó alkalmat teremtett arra, hogy egy icipicit a borzalmakról is eltereljék a figyelmet, hiszen esküvők után különböző adományokat osztogatnak, kegyelmeket is osztogatnak. Úgyhogy ez egy jó ürügy volt, másrészt pedig gondolták, hogy egy szép fiatal menyasszony is jól fog jönni, hogy Ferenc Józsefnek az imázsát kicsit helyre tegye. Hát volt több választás is, végül Ilonánál kötöttek ki, Ilona vagy Helen, bajor hercegnő, látható itt a én felőlem levő képen, a másik pedig Sziszi. Sziszinek becézték a családban, mint ahogyan mindenki is tudja. Ez egy fénykép róla, úgyhogy ebből litográfia is készült, de ez egy eredeti fénykép. Akkor még nem volt olyan a fényképészet, mint néhány évtizeddel később. A császárnak azonban nem Ilona tetszett meg a szigorú vonásaival, hanem az üde kis kedves és visszahúzódó félénkszele, Burdi egy kicsit, aki nem ismerte az etikettet, Erzsébet tetszett meg neki. De itt akkor kicsit lépünk is tovább, mert ez a filmben, ahogy leírták egyébként, ahogy megjelenik ez a dolog, ez, hogy oda sétál a csokrokkal a kotillónál, ezek azért eléggé helytállóak, leszámítva néhány dolgot, hogy nem azon a napon volt, hanem a születésnapja előestéjén, vagy pedig azt, hogy Erzsébet akkor nem tudta, hogy megkérték a kezét.
annyira nem ismerte az etikettet, hogy amikor megkapta a kotillon csokrot és táncolt vele a császár, akkor mindenki tudta, hogy ez egyet jelent a lánykéréssel, de Erzsébet nem tudta. Amikor megkérdezték utána tőle este, hogy feltűnte a császárnak a figyelmessége, és azt mondta, hogy nem, csak zavarba hozott. Mert mindenki oda, mert mindenki nézte őt bámul, tehát mindenki tudta, hogy ő lesz a jövendőbeli császárné. Így pedig látható az esküvő. Amikor a könyvben kerestünk képet, akkor próbáltunk olyan képet Zsófia főhercegnőről, ahol kijön a személyisége. Úgyhogy ezt a képet választottuk, mert azért a legtöbb képen Zsófia, hogyha megnézik, nagyon kedves. Van, ahol tényleg fényképen is kedves, mosolyog, idős hölgy, mindenki azt gondolja, hogy mennyire aranyos idős hölgy. Hát nem egészen volt annyira aranyos, de egyébként a bécsi udvarban rengetegen szerették őt. Erzsébetnek egymás után megszületett két kislánya, Zsófia, akit a főhercegné magáról nevezett el, mint nem meglepett, nem kérdezte meg a szülőket, az nem érdekelte őt, hogy ők mit gondolnak. A második pedig, mivel csak lány lett, hát akkoriban ez úgy tekintették, hogy hát csak lány a másik, és nem trónörökös. Hát így mindegy volt Zsófia főhercegnének, hogy hogyan fogják hívni, és Gizellának nevezték el. Azt nem tudom, hogy tudja valaki, hogy miért Gizella lett a neve. Igen, ez a magyar királynénk, és ezáltal Erzsébet tett a Bajor családja felé gesztust, meg Bajor országból jött Gizella, és tett a magyarok felé is egy gesztust. A könyvemnek a témája Erzsébet királyné és a magyarok kapcsolat, és kiemelt szerepe van Andrássy Gyula grófnak, és ebből is érdekességeket lehet megtudni, hogy például amikor Gizella férhez ment, akkor a magyarok úgy köszöntötték őt, hogy ők most ők is adnak, mert Bajorországba ment férhez Gizella, és akkor ők adnak most egy magyar Gizellát Bajorországnak, mint hogy ők is kaptak egy bajor Gizellát, Magyarország is kapott. Sajnálatos módon egy nagyon szomorú esemény történt, amikor Erzsébet először magyar földre lépett, 57 tavaszán, ez pedig az volt, hogy a kis Zsófia főhercegnő megbetegedett és meghalt. Úgyhogy mivel most erre nem annyira szeretnék kitérni, erre a szomorú eseményre, ezért így tovább ugranánk, itt látható Zsófia ravatalon. Erzsébet nagyon sokat küzdött egyébként a gyerekei jogáért, ugyanúgy, mint a filmben. Én azért hivatkozok most folyton a filmre, mert ezt a részt ezt szeretném megnyomni, hogy az Andrássy Gyulával tudjunk foglalkozni. Van egyébként, vannak itt olyanok, akik nem voltak még előadásomon? Jó, van egy pár, jó. És most annyira nem szeretnék olyan sokat szomorkodni ma. Amikor meghalt a kislány, és amikor volt ez az első magyarországi körút, akkor nagyon sokan kegyelmeket kaptak, és amnestiát a magyarok közül is, és ebben sokan annak tulajdonítják ezt, hogy Erzsébet szeretett volna a magyaroknak amnestiát adni. Egyébként Erzsébet már a házassága elején, illetve még az előttől a jegyessége idején kezdett szimpatizálni a magyarokkal, és ez folyamatosan fokozódott nála, mert azért, mert hogy amikor ő megtudta, minél többet megtudott a történelmükből, akkor látta, hogy úgy érezte, hogy ő is ugyanúgy el van nyomva a bécsi udvarban, ahogyan a magyar nép a bécsi, vagy hát a birodalomban, az osztrák birodalomban. Úgyhogy ő már akkor elhatározta, hogy valamilyen úton módon segít nekik, csak hogy akkor ő neki még nem volt ehhez ereje. Andrássy Gyula gróf május 22-én hagyta el Magyarországot diplomáciai megbízatásból, és nem térhetett már oda-vissza, először Konstantinápolyba ment, utána Londonba, és végül Párizsban telepedett le. Elkobozták a birtokait, azonban egy olyan szerencsés helyzetben volt, hogy édesanyja Szapár Jetelka, az Andrássy család nagyon vagyonos volt, akkoriban rendkívül vagyonos, és Szapár Jetelka támogatta a fiát, így a fia életvitelet, a rangjának megfelelő életet élhetett, és nagyon megkedvelték őt Párizsban, ugyanis Andrássy Gyula nagyon jóképű volt, jó humorú volt, intelligens, és nagyon tetszett a nőknek, és ő is nem utasította vissza a nőknek a társaságát. Folyamatosan, az édesanyja folyamatosan
folyamodott kegyelmekért Andrássy számára, azonban ez nem sikerült, és egyébként ennek az is volt az oka, hogy nem sikerült, mert nem ismerték azt, hogy Andrássy angol nyelven sokat publikált már, és a publikációban, én is olvastam belőle párat, a publikációban ő már megbékélést akart a Magyarország és Ausztria között, de ezt ők nem ismerték, ők csak azt látták a politikailag, hogy Andrássy Gyula találkozhat olyanokkal, akik a forradalomban benne vannak, olyan emberekkel, olyan hölgyekkel, de azt már ők nem nézték, hogy ezek inkább kalandok voltak Andrássy révén, és azért utazott mondjuk Londonba egy bizonyos hölgyet meglátogatni, hogy nem forradalmat akart őt csinálni, csak nagyon kedvelt azt a hölgyet. Sokáig aglegény volt Andrássy Gyula gróf, egy bálon azonban megváltozott minden. Kendenfi Katinka grófnőt látják itt ezen a képen, és Katinka már gyermekkorában egészen fiatalon, 48-ban, 47-ben találkozott már Andrássy Gyulával, amikor erdélyi grófnő a Katinka, amikor a házukban megjelent Andrássy, és már akkor nagyon tetszett neki. Egyébként Andrássy Gyulának a születésének az évfordulója most lesz március 3-án, és az a 200. évfordulója lesz. Annyi ideje született, 1800... Ja, mi van most? 23? Igen, már annyira, mert hogy nem 22, hirtelen megijedtem, hogy jövőre lesz a 200 éves, de nem, mert 23 van most már. Nem tudom még megszokni. Úgyhogy akkor itt ezen egy bálon találkoztak, itt már azért nem 14 éves volt Katinka, mint akkor, hanem idősebb, és még nem is biztos, hogy annyira felfigyelt rá Andrássy, pedig egy nagyon nagy szépség volt. Ő úgy figyelt fel rá, ezeket mind dokumentumokból, forrásokból tudjuk, úgyhogy nem én találom ki ezeket a dolgokat. Úgy figyelt fel rá, hogy egy spanyol diplomata táncolt Katinkával, és neki nagyon megtetszett. És pont Andrássyhoz ment oda, és mondta neki, hogy mit gondol, hogy van-e vagyona. És mert hogy egy annyira szép hölgy, hogy ott akár érdemes lenne feleségül venni, csak először szeretné megtudni, hogy van-e vagyona. És erre Andrássy nagyon dühös lett, és azt mondta, hogy nálunk Magyarországon nem illik arról kérdezősködni, hogy mennyi vagyona van annak, akit feleségül óhajtunk venni. Úgyhogy viszont ez őt, Andrássyt felhívta a figyelmét arra, hogy hú, hát ez tényleg nagyon szép ez a Katinka, és lehet, hogy érdemes lenne feleségül venni. Egyébként az egyik legszebb magyar nőnek tartották Katinkát. Persze ez egy olyan dolog, hogyha valaki az arisztokráciában van, és olyan szerepet is kap, akkor valószínű, hogy előrébb sorolják, mint hogy a bizonyára nagyon sok menyecske is gyönyörű volt. Viszont például a vállait, ezen a bálon, aki táncolt vele, a Reusz herceg, nagyon tetszettek neki a vállai, és azt mondták, hogy még évtizedek múlva is emlegette, hogy ennél szebb vállakat még soha életében nem látott. Úgyhogy valószínű, hogy Andrássynak is azon a vállon megtetszettek Katinkának a vállai, meg hát egyáltalán, hogy valahogy felfigyelt rá, hogy akkor most lehetne feleségül venni, hogy ideje lenne nősülni. Úgyhogy nem akkor kérte meg a kezét, rögvest, hanem később, nem sokra rá, egy ilyen tea délután volt, és ott tovább maradt Katinka Gardedán nélkül, nem is tetszett ez neki, és Andrássy kísérte haza. Hát amikor hazaért, akkor a testvére és az édesanyja nagyon-nagyon kiakadt. Ez úgy, hogy hazaért, hogy ők hosszabb ideig ők is Párizsban tartózkodtak, mert hát nem itt volt az otthonuk, de pár évig ott tartózkodtak. És mondta a Katinka, hogyha kidühöntétek magatokat, akkor én is szeretnék mondani valamit, mert holnap meg fog itt jelenni Andrássy Gyula, és megkéri a kezemet. És annyira hitetlenkedve fogadták, mert Andrássy Gyula nem tűnt úgy, hogy most miért pont őt akarná elvenni, és egyáltalán, persze gazdag családról volt szó, de senki nem gondolt, hogy házasodni akar, úgyhogy ez hirtelen jött Andrássy Gyulának ez a gondolat. Azért hívták az 1848-as szép akasztottnak, hogy ez egyáltalán nem stimmel, mert nem is akasztották fel 49-ben, a francia nők hívták, így nem kísérelem, meg kimondan odaírtam, hogy volt francia, hogy tud valaki francia? De mindegy, én nem kísérelem meg, de ez azt jelenti, hogy az 1848-as szép akasztott. Andrássy Gyulát valóban úgymond felakasztották képletesen, azonban ez nem 48-ban történt, hanem 51-ben.
51-ben az újságból a Wiener Zeitungot olvasta András, és ott tudta meg, hogy hát, hogy őt felakasztották jelképesen, és elkobozták a vagyonát, és nem térhet vissza Magyarországra. Tehát eddig is tudta, hogy nem térhet vissza, mert akkor halálra ítélik, de most így az újságból. És az egyik barátja visszaemlékezésében megírta, hát végül is ezt tőle tudom, hogy már mint a visszaemlékezéséből, mert én nem ismertem, hogy megírta, hogy Andrássy Gyula nevetve lépett be, és úgy nyújtott át a lapot, hogy itt van a halálos ítéletem, olyan szépen megfogalmazva, hogy ennél szebbet nem is kívánhatnék a sírkövemre. Úgyhogy azt látták inkább az emberek, hogy Andrássy szórakozott, de egyáltalán nem szórakozott, és nagyon komolyan készített elő azt, hogy a Magyarország kiegyezzen Ausztriával már akkor. Itt látható Hübner gróf, aki az osztrák nagykövet volt Párizsban. Hübner gróf azt mondta a gyermekeinek, erről is feljegyzés van, hát nem mondom el, most már mindenről feljegyzés van, de semmit nem én találtam ki. Amikor kocsisztak a parkban és látták Andrássy Gyulát, akkor azt mondta nekik, hogy nézzetek félre, mert ott van a magyar rebel is. Andrássy Gyulát a házasság után többen tuszkolták, hogy kérjen, folyamodjon kegyelemhez, ugyanis a Katinkának a családja, a Kendelfi család császárhű volt. És a császár, a Kendelfi családot is tuszakolták többen a diplomaták közül, hogy hát vegye már rá a férjét a Katinka, és Katinka azt mondta, hogy ő nem fogja olyanra rávenni a férjét, ami a meggyőződése ellenére van. Hát nem is vette rá, és Andrássy nem is akarta aláírni a kérelmet. Azonban történt egy olyan dolog, hogy Katinka grófnő állapotos lett, és akkor ezzel megváltozott Andrássyban minden, mert ő úgy gondolta, hogy nem szeretné, hogy a gyermeke Párizsban, bármint hogy nem magyar földön jöjjön a világra, ezért akkor összeszedte minden büszkeségét, vagy inkább lenyomta, és aláírta a kegyelmi folyamodványt. Itt látható Deák Ferenc, ugyanis Magyarországon mindeközben nagyon sokan tárt karokkal várták Andrássy Gyulát. Akinél aláírta ezt a folyamodványt, az korábban nem elutasította ezt a kegyelmi kérelmet, úgyhogy igazából ott történt nagy változás, ahol amikor hozzáment Katinka Andrássy Gyulához, és ezért már valamelyest megbízhatóbbnak bélyegezték, illetve azzal, hogy 57-ben, amikor a császári családot tartózkodott Magyarországon, akkor kegyelmeket osztogattak, és ebbe a került bele Andrássy Gyula. Úgyhogy itt láthatjuk Katinkát ekkoriban. Úgyhogy 57-ben, hogyha itt most már összeérnek olyan értelemben a szálak, hogy Erzsébet gyászolta a kis gyermekét, aki május 29-én halt meg, és Andrássy Tivadar, az első gyermek pedig június elején született. Akkor még valószínű, hogy nem gondolta egyikük sem, hogy össze fog fonódni az életük, főleg nem Erzsébet, de ezt a császárnét mindenki ismerte. Erzsébet nem sokat gyászolhatta a gyermeket, ugyanis trónörökösre volt szükség, és ezt neki is el kellett fogadnia, így hamar megint áldott állapotba került, és megszületett Rudolf trónörökös. Lehet, hogy felfedezik ott a képen a keretben a kislányt, ez a kis Zsófia hercegnő, aki életét vesztette, és őt azért is rakták erre a képre is, mert mind a két szülőnek nagyon hiányzott a kislány, nagyon nehezen tudták ezt feldolgozni, illetve a császár beletörődött abba, hogy ez Isten akarata, de később is, amiket ő évekre rá is, amiket olvastam, ott is az volt, hogy végül is ő is nagyon nehezen dolgozta fel, de akit érdekelnek ezek a dolgok, akkor a könyvemben elolvashatja. Viszont hamarosan a házasságuk is eléggé hadilábon állt, ugyanis Zsófia főhercegné folyamatosan mindenbe beleavatkozott, ezt láthatták, akik nem voltak előadásaimon, hogy a filmben is, hogy ez valóban így történt. Erzsébet valóban nagyon küzdött a gyerekekért, nagyon szerette volna, hogy vele legyenek a gyerekek, kisebb sikereket is elért, például kezdetben az volt, hogy a gyermekek lakosztálya Zsófia főhercegné
lakosztályán belül volt a gyermekeknek a szobája, és Erzsébet és Ferenc József nem látogathatta meg akármikor a saját gyerekeit, amikor meg oda mentek, sokszor azt mondták, hogy nem mehetnek be, mert alszanak a gyerekek. Úgyhogy ez előbb-utóbb nem tetszett a császárnak is, és illetve a császárnak se, úgyhogy voltak ilyen sikerek, amiket elértek, hogy az ő mellettük legyenek a gyerekszobák, de ettől leszámítva nagyon-nagyon kevésszer állt mellé a császár. És nem is ez volt a végső pont Erzsébet életében, hanem amikor megtudta a sógorának köszönhetően, hogy megcsalta Ferenc József, hát akkor benne minden teljesen összetört. Ezt láthatták a filmben, a tüdőbetegség gyanánt. Valóban nem tudtak Erzsébet betegségvel mit kezdeni, és egyrészt ilyen tüdőbetegséget és ahhoz hasonló dolgokat diagnosztizáltak nála, és olyan értelemben valóban igaz is, mert Erzsébet, hogy Bécsbe került már az első 4 napon belül, illetve 4 nap múlva elkezdett köhögni. Ez úgy értve Bécsbe került, hogy amikor az esküvőjére Bécsbe érkezett. És ez folyamatosan súlyosbodott az évek során, és így jutott el 1860 októberére ebbe az állapotba, hogy utazást javasoltak. Úgyhogy volt először az állomás Madeira, utána Korfu és végül Velence, és mindezt egy nagyon rövid megszakítással. De ez is másik előadás témája. Most csak szeretném bemutatnod középen Hunyadi Lili grófnőt, aki az első magyar udvarhölgye volt Erzsébetnek, és őt Madeirán ismerte meg. Hunyadi Imre gróf láthatott a fehér ilyen kabát öltönyben, róla is olvasott meg a könyvemben, ugyanis ő beleszeretett a császárnéba, és ezt a császár nem igazán nézte jó szemmel, úgyhogy hamar el is távolította a császárné mellől. Mármint a közeléből úgy értve. Itt láthatjuk Erzsébetet kibontott hajjal, és mellette pedig Ferencidát. Ferencidáról bizonyára hallottak már jó párszor. Erzsébet, ahogy hazatért majdnem 2 éves távollét után, akkor elhatározta, hogy ő komolyabban fog foglalkozni a magyar nyelvvel, úgyhogy magyar tanítót fogadott magának, és ezt így támogatta Ferenc József egyébként, aki kiválóan beszélt magyarul, és emellett magyar komornát, Mendelényi Annát, mert úgy gondolta, hogy ha komornája is az öltözködés közben is magyarul tud beszélni, akkor gyorsabban megtanul. Mert aki azért látott olyan filmeket, hogy a komorna mennyit segít az úrnőjének, hát naponta többször kell átöltözni, úgyhogy rengeteget vele van a komorna. És ez alatt Erzsébet magyarul beszélt. Magyar lapokat kezdett rendelni Magyarországról, olyan lapokat is, ami nem a császárné kezébe való volt, úgyhogy ő tájékozódott a viszonyokról, és emellett 63-ban el is határozta, hogy ő magyar felolvasónő társalkodó nőt keres magának. A listára felírta valaki Ferencidának a nevét, halványa, mert hát Ferencida nem volt udvarképes, ő nem volt grófnő, nem volt bárónő, nem volt egyáltalán, ő köznemesi származású volt, és Erzsébetnek megakadt rajta a szeme, és őt hívatta be. Nagyon megkedvelte már az első alkalommal, és bizonyára, illetve ez nem csak bizonyára, nem tény is, hogy Ferencida nagyon sokat beszélt Andrássy Gyuláról, és Deák Ferencről is Erzsébetnek. Deák Ferencet nem annyira sokat emlegetem most, de ő már korábban elkezdett a kiegyezésért dolgozni, és a császárral a levelezésben állt közvetítő révén. De mint mondtam most így az érdekességekre koncentrálunk, ez is érdekes, de azokra, amikről nem annyit olvasunk. Itt látható Ferenc József a kis Rudolf trónörökössel. Erzsébet már Madeirán rádöbbent arra, hogy ő hatással van az emberekre a szépségével, és ez folyamatosan erősödött, ugyanis Erzsébet a bécsi udvarban nem tartották valami szépségnek, sőt a sógornőjét Sarolták, aki Miksa herceg, a későbbi mexikói császár felesége lett, őt kiáltották ki az udvar szépének. Viszont Erzsébet, amikor körbe volt rajongva férfiak által, akkor rájött, hogy hát ő igenis ő hatással van, és ahogy visszatért, ezt elkezdte egyre inkább erősíteni magában, és rájött, hogy hogyan tudja befolyásolni a férjét, és hogy a szépségével a férjére hatással van. Ez egy eléggé komplex előadás témája, úgyhogy nem is térnék ki rá, azt annyit mondanék, hogy ezt azért akartam mondani, hogy itt kezdődött az, főleg 64-től már erősödött, amikor ez a portré készült, hogy Erzsébetnek egyre nagyobb befolyása volt a császára, és a császárra, a Zsófia főhercegné befolyása pedig ezáltal kezdett kicsit kiszorulni, hogy Erzsébeti erősebb volt, ugyanis az Erzsébet a szépségével
nagyon, és a kedvességével tudta úgymond végül is manipulálni az uralkodót. Rudolf főherceg, ezt a könyvemből van ez a kép, amit itt látnak. Nehéz élete volt a kis Rudolf főhercegnek, hogyha rövid akarok lenni, és férfi udvartartást kapott már nagyon hamar, 6 éves korától elszakították a nevelőjétől, nevelőnőjétől, és elég kegyetlen módszerekkel igyekeztek jó katonát faragni belőle, és a császár és Zsófia főhercegné jóváhagyásával mindez. Hát olyannal, hogy például pisztolyt sütöttek el, aki a feje mellett, akkor a Gondrek úrt a nevelője, ő kivitte a vadasparkba, bezárta a kaput, és azt kiabált, hogy jön a vaddisznó, úgyhogy szörnyűséges dolgokat műveltek vele, és amikor ez Erzsébet tudomására jutott, akkor Rudolf már nagyon-nagyon beteg is volt, és sőt olyan értelemben, hogy még Zsófia főhercegné sürgette is az uralkodót, hogy hát jó lenne, hogyha lenne még egy trónörökös, ha netántán történne valami Rudolffal. Erzsébet, amikor ezt megtudta, akkor írt egy levelet a császárnak, egy nagyon rövid levelet, mert nem akart vele szemtől szemben egyrészt így beszélni, mert minden kudarcba fulladt veszekedésekbe az ilyen jellegű próbálkozásai, viszont a levélben kimondta teljes erővel, hogyha ő nem veheti át a gyerekei felette a felügyeleti jogot, a rendelkezési jogot saját maga felett is, akkor ő elhagyja őt. És ez nem így volt megfogalmazva, ezt is olvassák el a könyvemben, hogyha érdekli önöket, mert kicsit hosszú lenne. Annyi a lényeg, hogy akkor ő ki tudta így szabadítani Rudolfot, és így egyre erősebb lett a befolyása. De ez nem 64-ben történt, hanem később, már 65-ben. Andrássy Gyuláról nagyon sokat hallott már Erzsébet, és amikor végre találkoztak, az 1866. január 8-án volt. Odakint havazott, amikor a küldöttséget fogadta Erzsébet királyné Bécsben, a születésnapja alkalmából köszöntötték, csak azért elkésve, mert nem volt Bécsben akkor Erzsébet. Andrássy Gyula is hát nagyon kíváncsi volt már a császárnéra, akit ekkoriban a világ egyik leggyönyörűbb asszonyának tartottak, és éppen ezért mind a ketten érdeklődéssel figyelték egymást. Andrássy a küldöttség élén érkezett, és olyan magas volt ő is, Erzsébet is magas volt, hogy mind a ketten kiemelkedtek a többiek közül, már ennél fogva is, hát meg természetesen a ruházatnál fogva is. Azért ezt a képet raktam ide, ez 66-ban készült, ez a kép márciusában, és januárban találkoztak, és ez a ruha, ami... Na hát ez is egy hosszabb lenne, de ezt a ruhát az a lényeg, hogy Erzsébet még az előző évben készítette, mert szeretett volna egy új magyar díszruhát. Az egyik díszruhát ott látják a képemen, a kis keretben, az volt az első magyar díszruhája Erzsébetnek, meg a könyvben is meg lehet nézni majd az előadás után. Egyébként Zsófia főhercegné készítette neki azt a díszruhát, és nagyon szerette Erzsébet. De nem azért készítette Zsófia, hanem azért megkötelező volt, hogy legyen a birodalom népeinek ruhái, öltözetei a császárnénak. Úgyhogy ezt a képet választottam, mert ebben így fogadta őt, Andrássy Gyulát így fogadta Erzsébet, ahogyan most láthatjuk, így látta meg őt először. Ebben a küldöttségnek az volt a feladata, úgymond, Magyarország feladatát tolmácsolva, hogy meghívja a császári párt Magyarország, és Erzsébet nagyon-nagyon örült, hogy meghívták, úgyhogy pár hét múlva már el is indultak egy 5 hetes magyarországi tartózkodásra. Ezek a képek későbbiek, de mivel nem sok illusztrációnk van, ezért választottam ide ezeket a képeket. Több alkalma is volt Erzsébetnek Andrássy Gyulával találkozni, és egy február végi bálon mondta neki, úgymond négy szem közt, de ez a négy szem közt, ez nem olyan négy szem közt volt, mert lehet, hogy tudják, hogy a bálokon azért 2000 ember is részt vett, tehát Budapesten, illetve Pest-Buda, mert hogy akkor Pest-Buda volt, a budai palotában azért nem 2000 embert vett részt, mert ismerjük a névsorát is, közölték az újságok a névsort, ilyen 5-600 ember vett részt. Úgyhogy ezen az 5-600 emberes bálon beszéltek úgymond kettesben, ami azt jelenti, hogy talán még kevesebb volt a terület köztük, mint ahogy önök és én közöttem. Viszont magyarul beszéltek, így a bécsiek nem hallották, nem értették, hogy miről beszél a császárné, mert akkoriban már nagyon jól tudott magyarul. Ezt is onnan is tudjuk, hogy nem csak a leveleiből, a magyar nyelvű leveleiből, hanem az újságok is közölték azt, amit Erzsébet magyarul mondott.
És ekkor mondta azt Erzsébet, hogy bizalmasan beszélek önnel, ezért olyan mondok, amit nem mondanék el másnak, hogyha a császár dolgai Olaszországban rosszul mennek, az nekem nagyon fáj, de ha Magyarországon mennek rosszul, az engem megöl. És azt azért is tudjuk, mert nagyon hamar bekerült az újságokba, ugyanis Andrássy Gyula jó politikus volt, úgyhogy ő azért, hogy a kiegyezés ügyéért támogassa ezt az ügyet, és a magyarokat még inkább megnyerje, a magyar népet kellett megnyerni, akik szimpatizáltak a császárnéval, ezért finoman kellett abba az irányba terelni őket, és ezáltal is a császárnének úgymond az imázsát építette. De minden lépésemet követik, ezt Andrássy Gyula írta Ferenc Idának. Ugyanis az itt a magyarországi tartózkodás alatt alkalma volt többször is találkozni, és ilyen 15-20 perceket beszélgetni úgy kettesben, ahogy most mondtam, és ezt le is jegyezték, ezt is az újságok, ugyanis a bécsiek fel voltak háborodva, hogy mennyit szentel egy bál alkalmával egyetlen embernek, a magyarok pedig elégedettek voltak és örültek, hogy kitüntette Andrássy Gyulát Erzsébet királyné. Ekkor kezdtek egy politikai levelezésbe, ami kizárólag politikai volt, Erzsébet és Andrássy, és Ferenci Idán keresztül leveleztek. Így középen látható Ferenc Ida, ott oldalt megint Deák Ferenc, akiről annak ellenére, hogy nem sokat szólok, most hatalmas szerepe volt, de ezt valószínű tudják önök is. Úgyhogy Ferenc Idán keresztül leveleztek, és ezek a levelek, a legelső levél az egy kettős borítékba érkezett, és Andrássy Laura volt a küldője, legalábbis ez volt ráírva, hogy Andrássy Laura és Ferenc Idához szól. Olyanok voltak ezek a levelek, hogyha valaki elkapta, kezébe került valakinek, akkor nem is tudták megfejteni sokszor a tartalmát, főleg ezek az első levelek, nem érthetetlen még, aki úgy, hogy benne van a témában, az se érti szinte, hogy mit hogyan akar. De későbbiekben már igen, megjelentek ezek a levelek. Tolnai Kis Mária Ferenc Idának a rokonának a leszármazotta gondozásában. Úgyhogy akkor ezt a mondatot, amit ide kiragadtam, hogy minden lépésemet követik, ezt Andrássy Gyula írta, és ezt azért, mert ő szeretett volna felmenni Ferenc Idának a lakására, de nem mert. Ugyanis tényleg követte a titkos rendőrség figyelt Andrássyt, és nem csak a titkos rendőrség, hanem a bécsi arisztokrácia is, ugyanis nagyon örültek volna, hogyha találnak valami olyan, amivel hírbe hozhatják a császárnét, és folyamatosan próbálkoztak is mindenkivel hírbe hozni, azért van egy csomó pletyka arról, hogy Erzsébetnek ilyen meg olyan kapcsolata volt, ami egyik sem igaz. Itt látható Königsegg Paula és a férje Königsegg Alfréd. Ő volt Erzsébetnek a főudvarmester nője, Paula, a főudvarmestere pedig a férje lett, amikor összeházasodtak. Paula, ő volt az egyik első udvarhölgye, és mint tudjuk, hogy Zsóf, biztos tudják, az Eszterházi grófné volt a főudvarmester nője, aki az anyósánál is idősebb volt, és amikor Erzsébet ez a betegség miatt Velencében tartózkodott, akkor váltatta le Zsófi a főhercegné felháborodására a grófnőt, illetve a grófnét, mert ráadásul hercegnő volt, a Liechtenstein Zsófia hercegnő volt az Eszterházi grófné, és akkor váltatta le Königsegg Paulára. Paula nagyon megbízható volt, minden parancsát teljesítette Erzsébetnek, azonban nem szerette a magyarokat, de kicsit húzogatta a száját, hogyha magyarokról volt szó, de megbízható volt és tényleg teljesített mindent. És nagyon sokszor, mivel mindig valakinek ott kellett lenni Erzsébet mellett, amikor férfiakkal vagy egyáltalán bárkit fogadott, így Andrássy Gyulát is például, akkor mindig valakinek ott kellett lennie, vagy Ida volt ott, vagy a főudvarmesternő, Paula rengetegszer volt ott, és ezáltal, így mondom, végül is garantálta is azt, hogy semmi nem történt ilyen értelemben, hát ezt lehet, hogy ezt is, vagy hát nem tudom, talán most már szokatlan azért, ugye, hogy valakinek mindig ott kell lenni, hogy garantálják, hogy a tisztaságát megőrizze, hogy ezt ő sem engedhette meg magának, hogy akár a folyosón beszéljen Andrássy Gyulával, ahol nincsen senki. Úgyhogy ez azért nem így volt. Pauláról sokat írtam egyébként róla is a könyvben, de most, hogyha tovább lépünk, akkor Erzsébet innentől kezdve még inkább elkezdte a magyarok felé terelni az uralkodót és a kiegyezés irányába, és ebben tevékeny része volt Andrássy Gyulának és Deák Ferencnek, meg hát persze Ferenci Idának is. Andrássy Gyulát mindenképpen szerette volna, hogyha miniszterelnök, illetve nem is miniszterelnök, hanem közös külügyminiszter, az még nagyobb, az osztrák
a birodalomnak a közös külügyminisztere, mert ez kicsit utána lett osztrák-magyar monarchia, a kiegyezéssel lett osztrák-magyar monarchia, és ezért mindent megtett, és a császárnál minden erejét bevetette. A császár is akart kiegyezést, azonban ő nem szeretett volna annyi engedményt tenni a magyaroknak, amennyit a magyarok követeltek, ugyanis a magyaroknak a követelései azok voltak, hogy ugyanolyan jogokat akarnak a birodalomban, mint az osztrákok. Azért, hogyha belegondol a másik oldalba az ember, hogy Andrássy Gyula az egykori forradalmár, és őt akarja közös külügyminiszternek, a Erzsébet, azért nem csoda, hogy nem annyira szeretett volna megbízni, nem tudott a Ferenc József. Minden esetre megígérte Erzsébetnek, hogy végig fogja hallgatni, hogy mit mond neki, és meg fogja fontolni. Úgyhogy azért tényleg próbálkozott ő is. Erzsébet 1866-ban, amikor a porosz-osztrák háború idején Magyarországon tartózkodott a gyermekeivel, és itt láthatjuk azt a villát, a Kochmeister villát a hegyekben, a budai hegyekben, amit kibéreltek Erzsébet számára. És Erzsébet itt nem igazán lakott, mert ő a budai palotában lakott, királyi palotában, a gyermekek laktak itt, tehát neki is volt itt szobája. Van egy olyan pletyka, hogy itt találkozgatott Andrássy Gyulával, itt adott neki légyottokat, ami természetesen nem igaz, mert mindent dokumentáltak részletesen, hogy hol tartózkodott, és nem is itt aludt Erzsébet, hanem a budai királyi palotában, sebesülteket látogatott, lovagolni is persze azért elment, nem bírta ki lovaglás nélkül, de mondták is, hogy túl sokat dolgozik, úgymond. A gyermekek nagyon jól érezték itt magukat, Rudolf és Gizella, mert itt igazán közel kerülhettek az édesanyjukhoz, és itt látták meg először, hogy mennyire bálványozzák Magyarországon Erzsébetet, hogy micsoda hatással van az emberekre, hogy teljesen más láttak, mint amit a bécsi udvarban tapasztaltak. Rudolf főherceg nagyon szimpatizált nem Ferenc József, az édesapja volt, hanem Andrássy Gyulával, és nagyon, úgymond egy példaképet kezdett benne látni. Erzsébet, amikor hazatértek innen, akkor betiltott könyveket rendelt magához, tanítókat, Falk Misa lett az egyik tanítója, újságíró forradalmár, ő is Andrássy Gyulának köszönhetően került a közelébe, és nagyon sokat olvasgatott a Batthyány családról Erzsébet, amit, mivel most Andrássyról van szó, ezért ezt sajnos át kell ugornom, akármennyire szeretném. Minden esetre, a könyvemből el tudják olvasni, és itt láthatják itt Bajsz grófot, és Andrássy Gyulát a másik oldalon. Lehet, hogy nem hallottak még Bajsz grófról, én is csak Erzsébet kapcsán ismertem meg még sok-sok évvel ezelőtt. A császár ugyanis őt tette meg az osztrák-magyar monarchia, mert már akkor kezdték el így nevezni, közös külügyminiszterének. Andrássy nagyon-nagyon csalódott volt, Erzsébet is, hogy hát nem sikerült elérniük azt, hogy Andrássy legyen a közös külügyminiszter. Viszont Erzsébet, amikor lenyugodott, akkor mondta Andrássy Gyulának, hogy hát talán mégiscsak jó választás ez a 100 gróf, mert hát 100 volt. És Andrássy viszont azt mondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, mert olyan még nem volt, hogy egy idegen ember nyerje meg, hogy a magyaroknak egy idegen ember segítsen, ilyen még nem történt. És az Erzsébet ellen valószínű azért kicsit meg is bántódott, ugyanis ő is idegen volt, és mégis a magyarokért dobogott a szív, és a magyarokat támogatta minden erejével. Egyébként ki is derült az, hogy igaza volt Erzsébetnek, ugyanis Bajsz gróf is egy ilyen löketet adott a dolgoknak, mert hogy ő is ezt a kiegyezést támogatta minden erejével, és ezt javasolta. Annyit viszont sikerült elérni Erzsébetnek, ha már nem közös külügyminiszter, akkor a Magyarországnak a miniszterelnöke lett Andrássy Gyula, aki személyesen Erzsébetnek szóló levelében köszönte meg ezt. Megköszönni nem lehet sem írásban, sem szóval, nem is kísértem meg, hanem igyekezni fogok azt megérdemelni. Megtörtént a kiegyezés 1867. június 8-án a koronázás is a Mátyás templomban, és hát ezt nem mindenki nézte jó szemmel, mert például Hübner gróf, akit mondtam, hogy nézzetek félre, ott megy a magyar forradalmár, azt mondta a gyermekeinek, ő például azt mondta róla, vagy azt írta valahol, hogy ha ezt azt olvasom, vagy hallom, hogy osztrák-magyar monarchia, elfutja az agyamat a vér. Magyarországot így 1867-ben
1849 legyőzött forradalmárainak a kezébe adták. De az osztrákok nagyon nem örültek. Akkor a másik dolog az, hogy Andrássy Gyula Nádort helyettesítve a herceg primás mellett segítkezett a királynak a fejére tenni a koronát, a királynak pedig ide a vállához érinteni, és hát ez is hát mennyire felháborítónak tartotta az osztrák kíséret, hogy mégiscsak egy rebellis, nem hogy csak miniszterelnök lett, tehát az is éppen elég, hanem még ő teszi a császár fejére a koronát. Akik itt voltak a múltkori előadáson, Vas Viktória élő történelmi előadóval volt itt az adventi előadásunk, itt láthatják a képet. Ez Erzsébet királyné magyar díszruhájának a rekonstrukció, annak a ruhának, amit a Mátyás templomban viselt. Cédli Mónika készítette ezt a ruhát. És hogyha majd figyelik az oldalamat, igazából, hogyha csak beütik a nevemet, beírják, hogy Káli Rozmus Barbara, akkor ott megjelenik az oldalam, mert március 25-én lesz egy elég nagy eseményünk, majd erről még most nem beszélek, majd az oldalon meglátják, de ott ezt a ruhát is láthatják, Vikivel fogunk előadni, és mások is lesznek, akikkel elő szoktunk adni, úgyhogy egy nagyon szép színvonalas esemény lesz, és több ruhát láthatnak majd, úgyhogy akit érdekel, az írja fel a naptárába, ezt a március 25-e szombat lesz. Úgyhogy nagyon, nagyon jó lesz majd. Na, hát annyit szeretnék itt erről, hogy ezt biztos ismerik, a Gödöllői királyi kastélyt. Voltak már Gödöllőn? Vagy van, aki nem volt? Hát talán nem olyan sokan nem voltak még, ugye? Na, hát ezt a kastélyt, ezt Andrássy Gyula is szorgalmazta ennek megvásárlását, hogy mint egy koronázási ajándékul a császári párnak adját, akkor már királyi pár. Fölírtam a vételárat, 1.840.000 forint, ezt az újságok megírták, hogy ennyiért vásárolta meg a magyar állam egy belga banktól ezt a kastélyt, és az egyik, aki aláírta, az a miniszterelnök Andrássy Gyula volt, a másik a pénzügyminiszter, aki aláírta ezt a vásárlási okmányt. Azonban a királyi család ezt nem fogadta el, csak használatba vette, és ezért maradt mindvégig a magyar állam tulajdonában, úgyhogy ez nem az ő tulajdonuk volt, hanem a magyar államnak a tulajdona, és ezt kiszokták hangsúlyozni Gödöllőn is, hogyha tárlatvezetés van, hogy nem a királyi családnak a kastélya volt. Hát persze mondjuk azt, hogy igen, hogy Erzsébet királyné kastélya, Sziszi kastélya, mert hát így terjedt el, de valójában a magyar állam tulajdona volt, és az is maradt. Megszületett Erzsébetnek a negyedik gyermeke Mária Valéria, akit a kiegyezés ajándékának is neveztek, mégpedig azért több okból, az egyik ok az volt, hogy, és én ebben hiszek ebben, hogy Erzsébet nagyon erősen megnyomta még ezt a kiegyezést, mert Ferenc József az utolsó pillanatig is hezitált, hogy egyenlő jogokat adjon a magyaroknak, viszont Erzsébet bevetette egy olyan fegyverét, hogy tudta, hogy nagyon szeretne a császár még egy gyermeket, és mondta, hogy ha megtörténik ez a kiegyezés, akkor ő hajlandó még egy terhességnek kitenni magát. Úgyhogy ekkoriban a kapcsolatuk nagyon harmonikus volt Ferenc Józsefnek és Erzsébetnek a kapcsolata, fellobbant közöttük a szerelem. Azt lehet, hogy van olyan, aki úgy gondolja, hogy Ferenc Józsefnek nem Ferenc József gyermeke, hanem Andrássyé a kis Valéria? Még te is ezt mondod, Éva, mert Éva minden előadáson belül, és még így ezután is ezt mondod nekem, hogy nem voltunk ott. Hát igen, nem voltunk ott, tényleg nem voltunk ott. Igen, ezzel szoktak érvelni, nem voltunk ott, de nagyon sokan ott voltak, mint ahogy mondtam, hogy a Paula grófnő is ott volt, Königsegg Paula, úgyhogy azért voltak ott, tehát akik erről tudnak kezeskedni. Na, hogyha megnézzük, akkor te is majd, Éva, majd otthon nézeges meg a képeket, hogyha összehasonlítjuk akár a felnőttkori Valéria képét a császárral, akkor nagyon hasonlít, és nem hasonlít Andrássy Gyulára egyébként. Hát, hogy vannak olyan képek, hogy tényleg Valéria, hogy hasonlít Erzsébetre, de sajnos nem lett olyan szép, mint Erzsébet királyné. A vőlegénye, aki később vőlegénye lett, szerelmi házasság, Ferenc Szálvátor főherceg, ő is úgy mondta, hogy nagyon bájos, nagyon, hát nem az a kimondott szépség, de nagyon szerette, nagyon tetszett neki, de azért még a vőlegénye is megígyezte, hogy azért nem egészen a szépség, abba azért szeretett bele, mert a világ leggyönyörűbb nőjének tartja. Na, de szép volt, helyes volt, de nem úgy, mint az édesanyja. Úgyhogy akkor itt látjuk Valériát középen, a két gyermeket és a Gödöllői kastélyt a háttérben. Ez pedig egy családi kép, illetve pontosabban kettő. Az egyik kép az a
Bécsi Hofburgban készült, a másik pedig, ami ott van lent, az a budavári királyi palotában. A két képet, hogyha megfigyeljük, hogy mennyire itt a császári családot látjuk, középen Erzsébet, ebben az esetben már Erzsébet tartotta a gyermeket, és a másiknál is Erzsébet van a kép közepében, azonban van ott még egy hölgy mellette, az pedig a Danyka, a Mária Valériának a magyar Danykája. Úgyhogy az azért egy nagy dolog, hogy egy ilyen családi képre rákerülhetett a Danyka. Akkoriban Erzsébet már nem engedte magát fényképezni, úgyhogy rajzok készültek, meg olyan montásképek. És visszatérve az Andrássy grófra is, illetve Andrássynál egy bárra, Batthyány Elemér grófot és Batthyány Ilonát nagyon szerette volna megismerni Erzsébet, de teljesen elzárkóztak, ugyanis Zichy Antónia megeskedte a gyermekeit arra, hogy nem hajtanak fejet az uralkodónak, és így mond az uralkodó felesége is úgymond egy olyan véreskező uralkodó feleségének számított csak az ő szemükben. Andrássy Gyula viszont segített Erzsébetnek, és egy bálon megszervezte, hogy ott legyen Batthyány Elemér gróf is, itt úgymond csőbe húzta, és Erzsébet pedig itt megismerkedett vele, és Elemér grófnak annyira magával ragadt őt Erzsébet, hogy ő is beleszeretett Erzsébetbe. Később amúgy megkérte az unokahúga kezét is, pont emiatt, mert Erzsébetbe beleszeretett, azonban az édesanyja Zichy Antónia kijelentette, hogy gyilkos családban nem nősülünk. És ezért nem valósult meg a frigy, mondjuk szerintem nem is olyan nagy baj, mert az elég balhés volt ez az unokahúg. A Mária, Marilla, nem tudom, hogy Valerzi bárónő, hogy kinek ismerős ő, majd akkor még egyszer megemlítem ma. Jó, úgyhogy akkor sokat vadásztak ezután ők együtt, a Gödöllői királyi kastélyban lovagoltak, vadásztak, és az uralkodónak soha nem hajtott fejet Batthyány Elemér gróf, hanem végülis csak így, hogy még igyekezett is, hogy oda lovagolt minél közelebb hozzá, azért, hogy aztán ne kelljen neki köszönnie, és az uralkodó ezt eltűrte. Nem szólt semmit, és többször meg is kérdezték, például ez a Mary Laris is feljegyzett ezzel dolgokat, hogy megkérdezték, hogy ez feltűnt ennek, és akkor mondta, hogy hát persze, hogy feltűnt, de próbálom őt megérteni. Hogy tényleg ilyen volt Ferenc József, hogy nemhogy nem volt semmiféle retorzió, hanem ő megértette, mert végül is az édesapját végeztették ki az ő nevében, Ferenc Józsefnek a nevében. Ő nagyon sok szép ilyen gesztusa volt Ferenc Józsefnek. A királyné középen van lóháton, és ezt a képet ott láthatják az asztalnál is, majd vannak ilyen nagyon szép ajándéktárgyak, és van egy ilyen szép tálca, úgyhogy ha valakit érdekel, majd nézze meg, most ezek végül is kedvező áron is vannak, mert ez most egy kifutó kollekciónak, ugye, hogy így mondhatom, tényleg nagyon szépek, úgyhogy ez egy ilyen tálca is van, én is gondolkodom rajta. Na itt a Sándor palota, a Sándor palotát választotta Erzsébet, illetve nem Erzsébet, tehát Andrássy Gyula, mert ő döntött minden ilyen dologban, a miniszterelnöki rezidenciául. És a Sándor palota, ez hát onnan talán már felismerik, hogy a várral szemben levő épület, és így végül is szomszédok lettek Erzsébet, most ide lépek először a másikra, akarok, jaj. Igen, hogy Erzsébet és Katinka grófnő, meg hát persze Andrássy is, és az uralkodó is, szomszédok lettek, és ebből sok történetet feljegyeztek, ugyanis nagyon közvetlen baráti kapcsolatban lett a két asszony egymással. Volt, hogy Erzsébet átment, így csak egy kis kísérettel, hogy hát persze mindig kellett legyen mellette valaki, a főudvarmesternő, vagy Ferenc, de valami nem sétapikálhatott egyedül, de átment, és bekopogott, és megkérdezte a kapus, hogy ki az, hát mondta, hogy a szomszédasszonyát megismerték, a hangját beengedték. Úgyhogy ilyen dolgok, és sőt még kérte Katinkát is, hogy tanítson neki erdélyi ételeket főzni. Úgyhogy ilyen dolgok is voltak, és akkor itt látható a budai királyi palotában, ez sajnos már nem így néz ki, most már sajnos már lebontották, de ez az Erzsébetnek a filagóriája. Azért helyeztem ezt ide, ezt a képet meg mindjárt, amit mutatok a következőt is. A könyvemben sok kép van a budai királyi palotával kapcsolatban is, és Seremetyev Pap János gróf ura, akit most itt látnak, ő nagyon sokat segített, mert ő ismeri a palotának a történetét, minden zegzugát ismeri ezzel kapcsolatban, úgyhogy a leírásokban is rengeteget, mert amit itt látunk, például azt a szalont,
Az úgy kapcsolódik ide, hogy nagyon sokat beszélgetett abban a szalonban Andrássy Gyulával az uralkodó. És innen látszik is, hogy itt közvetlen beszélgetésekre került sor, mert annyira közel vannak a székek, hát ez most manapság nekünk nem lenne közel, de akkoriban közel volt, közelnek számított, és itt tudtak beszélgetni egy-egy vacsora után. Ugyanis Andrássy Gyula és jó kapcsolatba került már ekkora a császára. Nem lehet azt mondani, a császárnak nagyon lettek volna barátai, de végül is, ha már úgy barátot meg kell nevezni, akkor ilyen barátias kapcsolatba került vele. És Andrássy, illetve a Ferenc József is volt, hogy meglátogatta a miniszterelnöki rezidenciát, és ő is olyan közvetlen ember volt egyébként, és akkor egyszer megjelent, még akkor költöztek be nem sokra rá, nem tudta a személyzet, hogy hogy kell csengetni, a kapus nem tudta, hogy akkor most hányszor kell csengetni. Mert azt tudta, hogy hányszor kell csengetni, ha az a grófnő jön haza, vagy a grófné jön haza, ha a gróf úr jön haza, Andrássy Gyula, ezt nem tudta, hogy ha az uralkodó megjelenik, hányszor kell csengetni. Úgyhogy addig-addig habozott, amíg hát a császár nagyon gyorsan ment, amíg a császár nagyon gyorsan felért a végül is a szalomba, és ott találta a szolgákat, mert nem volt otthon se a grófnő, se a gróf úr nem volt otthon, és találta, hogy ott amint lecsepecsíznek a szalomban. Úgyhogy köszönt nekik, hát tárka maradt a szájuk, hebegtek, habogtak valami, és mondta, hogy hát mondják meg, hogy eljöttem, mondják meg Katinka grófnőnek, hogy eljöttem őt meglátogatni. Ezt egyébként az Andrássy nevelő, Andrássy család nevelő nője jegyezte le egy levélben, amit küldött a rokonainak, úgyhogy onnan ismerik például ezt a történetet, úgyhogy amiket mondok, azokat én nem kitaláltam, ezt sem kitaláltam. Andrássy Gyula egyébként nagyon mérges lett ezért, és nagyon megszitta a személyzetet. Katinka grófnő meg nevetett az egészen, hogy milyen jó történet, hogy ott a császár így találta őket. Azért sohajtottam, mert itt is nagyon sok mindent elmondani, de nem fogok annyi mindent mondani. Erzsébetet meglátogatta Bajorországban, amikor a családjánál volt Andrássy Gyula. Van egy ilyen utazásos előadásom, és ott szoktam ezt külön részletezni, és örültem, hogy megtaláltam ezzel kapcsolatban elég sok dolgot, ugyanis sok mindent magába foglal ez, hogy mondjuk akkor nem olyanok voltak a térképek, mert a levélben ezt Erzsébet írta ezt a levelet Idának. Azt írja, hogy Ema egy ma vett levél által barátunk Andrássy Gyula a tudtomra adta, hogy Eho 26-a és 28-a közt Münchenbe, és persze ide is jön. Ez egyszer még jobban örülök neki, mint máskor, meg bévallom, hogy kellem és családi köröm dacára iszonyú magyar honvágyam van. De azért ne nyugtalankodjál, a nyakába mégse borulok. Azért érdekes, hogy ezt mondta Erzsébet, hogy a nyakába mégse borulok. Na, és amit van ennek másik része is, ennek a levélnek, amit így megtaláltam, ami nem Erzsébet írta, hanem Andrássy Gyula írta, Nopcsa bárónak, Erzsébetnek akkor már magyar főudvarmestere volt, ugyanis leváltotta az osztrákokat, és magyar volt, és neki írja, hogy legyen szíves őt tájékoztatni, hogy hogyan kell oda menni. Mert hogy nem csak Ferenc Idán keresztül leveleztek, hanem Nopcsa bárón is, és így nagyon udvarias levelet írt, de ez is a könyvemben olvasható. Amikor meghalt Andrássy Gyulának az édesanyja Szapári Etel, aki eléggé karakánnő volt, ugyanúgy, mint Zsófia főhercegné, úgyhogy Katinka grófnőnek az életét igencsak megkeserítette, viszont Andrássy Gyula nagyon közel állt az édesanyjához, és nagyon-nagyon szomorú volt, nagyon beteg is lett. Sietett haza, hogy még találkozzon vele, de nem ért haza, már addigra meghalt, és sőt a temetésére sem érkezett oda, úgy lebetegedett. Ekkor Erzsébet írt neki egy levelet, ugyanis nem sok levelet írt, amit személyesen a grófnak, de ezt tőle írta, és sajnos csak egy ilyen töredék maradt meg ebből, amit megtaláltam és beletettem a könyvbe, de most önöknek itt is elolvasom. Egy kérésem van, ne búsuljon túlságosan. Gondoljon saját egészségére, melyre most oly nagy szüksége van nem csak a hazánknak, de az egész világnak is. Senki nem tudja jobban felfogni, hogy mit fog szenvedni. Vigasztalást ilyen percekben nem lehet hozni, de hogy egy igazi, hűbaráti szív magával érez, arról meg lehet győződve. Ez persze magyarul írta Erzsébet. Andrássy Gyula ezt a levelet, ezt már ismerték korábban is, hogy Andrássy Gyulának a válaszlevelé, de ezt, amit Erzsébet írt, ez nem volt ismert. A válaszlevelében azt is érdemes, ezt a részt, amit kiemeltem, azért olvasom, felséget kegyes volt legmagasabb részvétét kifejezni azon súlyos veszteség felett, mely engem és családomat érte. Tette azt felséget saját modorában, oly módon, mely eléri célját, mert igazán jót tesz.
Felséged nem mindig kész kegyes lenni egy kicsit, de ha akar az lenni, akkor nem félig kegyes és nem félig jó, hanem egészen az. Felséged kegyes sorai oly örömet okoztak nekem, melyet alig hiszem, hogy én nehéz percekben érezni képes legyek. Ez azért érdekes, hogy ez, hogy nem mindig kész kegyes lenni, hogy ezen finoman látszik, hogy Andrássy Gyula kimondta a véleményét Erzsébetnek, és azt is, hogy Andrássy Gyula tudta, és ezt ki megismerte neki mondani, hogy ő nem tudott mértéket tartani. Erzsébet nem ismerte a mértéket. Pont ezért volt az, hogy például Mária Valériát rendkívül elkényeztette. Egyrészt ezért volt az is, hogy ha valamit csinált, az teljesen túlzásba vitte, akár a szépségápolást, akár a lovaglást, vagy pedig egyáltalán nem csinálta sehogy se. Ő így nem ismerte a kettő között az utat. Úgyhogy ahogyan Erzsébet is többször Andrássy Gyula mellett állt, ugyanúgy Andrássy Gyula is állt az uralkodó és Erzsébet mellett, ugyanis Mayer Lingben meghalt Rudolf trónörökös, és azért néztem szét, hogy gyerekek is vannak, úgyhogy nem is mondok erről semmit, én mindig meg szoktam nézni, de meghalt Rudolf trónörökös Mayer Lingben, és ez hatalmas tragédiaként érte a császári családot. Erzsébet onnantól kezdve szinte mindig csak feketét hordott, nem mindig, de szinte mindig. Viszont többször, mint amennyiszer, többször hordott színeset, mint amennyiszer leírják, hogyha olvassák könyvekben, de ezt erről is szoktunk írni. Rudolf trónörökös nagyon szerette Andrássy Gyula, nagyon jó kapcsolatban voltak már ekkor, mint mondtam, hogy példakép, úgyhogy igazi példakép volt neki. Nem az édesapja volt Rudolfnak a példakép, hanem Andrássy Gyula. Ő pedig ezt írta a koszorúra. Rudolf trónörökös emlékének, kit Isten oly sok tehetséggel áldott meg, s oly korán vett magához. Andrássy Gyula gróf. Azonban Andrássy Gyula is nagyon beteg volt már akkoriban, és a temetésre is. Mondta az orvos, hogy ne menjen el a temetésre Bécsbe, de mégis elutazott, és Erzsébet mellett állt akkor, és Ferenc József mellett, már még nem a temetésen, hanem úgy, hogy ő velük találkozta. Ugyanis a temetésre Erzsébet sem ment el, Ferenc József külön kérte, hogy ne menjen el olyan állapotban volt, úgyhogy ő végig imádkozott Mária Valériával együtt. Itt alul láthatjuk Festetics Máriát, aki Erzsébet magyar udvarhölgye volt, és most nem sok szó esett róla, mert muszáj egy embert kidomborítani, ő pedig Andrássy Gyula gróf. Hamarosan Andrássy Gyula gróf is meghalt, nagyon súlyos szenvedések közepette, rákja volt, és itt ebben a kastélyban, vagy hát bíráltak nem kastély, igazából inkább egy villának nevezhető. Ez egy korabeli fénykép után, hogy meghalt Andrássy Gyula, nem sokkal később készült Halmos Mónikától. Ő is ott lesz a programon, amit mondtam, együtt fogunk csinálni valamit. Majd meg tudják, ott azt a villát végül is neki valamilyen rokonához került hozzá, hogy rá volt írva, hogy itt laktunk. 1890 tavaszán, azt hiszem ez van a hátulján írva, tehát pár hónappal azután, hogy Andrássy Gyula gróf meghalt. Erzsébetet alig tudta a környezete önuralomra bírni, és nagyon szeretnék, mert később is kezdtük, igaz? Jó. Andrássy Gyula egy nagyon Nopcsa bárót ott látjuk, rajta keresztül is levelezett Erzsébettel, és amit neki írt, azt tulajdonképpen Erzsébet is olvasta, úgyhogy Erzsébetnek is írta. Az egyik levele, ezt még egy évvel korábban írta, nem a halálakor. Tudod, mi nagy fogalmam volt mindig a királyné eszéről és szívéről, de mióta költeményeiből egy néhányat olvastam, e fogalom a legnagyobb bámulatig növekedett, és ha meggondolom, hogy annyi ész mellett, mely a legnagyobb férfinak is becsületére válnék, megfér annyi szív is, akkor röviden csak azt mondhatom, hogy egy második ínő nem létezik a világon. Csak egy bánt engem, és ez az, hogy csak oly kevés ember tudja, hogy ki ő. Én azt szeretném, hogy az egész világ tudja, és úgy bámulja, mint egy ritka egyéniség megérdemli. De hogy nagy eszét és nagy szívét, amelyek mellett a híres Mária Terézia csak egy jó gazdaasszony tehetségével bírt, annyira eldugja, mintha nem illenék azt mutogatni, azt nem tudom nem sajnálni. E
ezt, hogy az esztét eldugja, ezt arra is értett, hogy valóban Erzsébet nagyon, nagyon jól látta a dolgokat, nagyon jól átlátta a dolgokat, így a politikai dolgokat is, azonban, ahogy megtörtént a kiegyezés, ő eléggé hátralépett. És ennek az is volt az oka, mert Andrássy Gyula miniszterelnök lett, pár év múlva már külügyminiszter lett, hogy meg lett a közös külügyminiszter, Bajszt helyett ő került oda a posztra 71-ben. És hogy nagyon a pletykák miatt, hogy ő Andrássyval hírbe hozták, ezért még inkább vigyázott arra, hogy még a gyanúja se merüljön fel annak, hogy akkor őt befolyásolja Andrássy, és ezért így kivonult ebből a dologból. Amit a könyvemet amikor írtam, én is mindig meglepődök, még most is rajta, hogy a legelső alfejezet, amit megírtam, az Andrássy Gyula grófnak a ravatala volt. Az a jelenet, ahogyan Erzsébet királyné meglátogatja ezt a ravatalt, ugyanis ezt is megírták az újságok, és azért én rekonstruáltam jeleneteket, így a párbeszédeket, meg különböző dolgokat, mint például ezt a jelenetet is, hogy mi történt, hogy történt, ezért ilyen regényesen olvasható a könyvben, de hátul mindennek ott a forrása, úgyhogy azoknak is, amiket most mondtam, elég sok minden benne van a könyvben, amiket most mondok. Ezer ilyen végjegyzet van, ki lehet keresni, ha ki nem hiszi, utána tud járni. Úgyhogy ezt a jelenetet írtam le először, mert abból a fájdalomból, amit Erzsébet érzett Andrássy Gyulának a halálakor, abból kiindulva jobban fel tudtam dolgozni, hogy milyen lehetett az ő kapcsolatuk, és jobban ki tudtam ezt így dolgozni. Erzsébetet rendkívül megviselte, amit mondtam, hogy alig bírta önuralomra bírni a környezete, őt annyira ki volt emiatt a halálesek miatt, pedig várható volt egyébként, de így is. És Katinkának írt egy levelet, hogy a részvétét kifejezze, és a levélnek a végén az áll, hogy én azonban leghívebb barátomat veszítettem el, hogy előtte leírt, hogy milyen sokat vesztett ön a haza, és milyen sokat, de ő veszítette el a leghívebb barátját. Ferenc József is nagyon kedvelte, mint mondtam, hogy valóban kedvelte Andrássy Gyulát, és ezt a magánleveleiből tudjuk. Ezt mondta Andrássy Gyuláról: épp oly művelt és jó ember volt, mint amilyen kellemes a társaságban. A következő részlet pedig: nagy veszteség számomra, de az itteni helyzetre nézve is, mert Andrássy volt az, aki tudott imponálni az embereknek, és ha kellett, megmondta nekik az igazat. A császárnék megint megviselte az újabb haláleset, mert igazi barátság és különleges bizalom fűzte az elhunythoz. Ez az itteni helyzet, itt a budapesti helyzetre értette. És mivel nem szeretem bezárni szomorúan az előadást, úgyhogy most azért egy nagy kérdés, az lehet, hogy hátra maradt önökben is, hogy szerelmes volt-e Andrássy Gyulába Erzsébet királyné, és viszont szerelmes volt-e Andrássy Gyulát. Biztos, hogy nagyon tetszett Andrássy Gyulának, és biztos, hogyha rajta múlt volna, akkor nem múlt volna rajta, de nem történt köztük semmi. Ez egy ilyen Erzsébet verseket írt, és ez egy verséből egy kis részlet. Az, hogy egy olyan esemény történt, hogy Jerikóban voltak az uralkodót kísérten külügyminiszteri pozícióban Andrássy Gyula, és itt sem tudta Andrássy Gyula tűrtőztetni magát, nagyon tetszettek neki a hölgyek, és itt egy olyan eseményt írt le, Erzsébethez eljutott ennek a híre, hogy amikor az ablak alatt tárcsingózott, és hogy negligében volt állítólag, hogy nem volt igazán felöltözve, hogy úgy rajta kapták Andrássy Gyulát, és erről szól a vers is, egy ilyen rövid részlet belőle: éjjel sétál Jerikóban, száll egyedül fesztelen, reggel tér meg sátorába, s láva szára mesztelen. Kalpag és Attila nélkül mély, pikáns és csodaszép, fensztervizve rajta kapták grandiózus csatakép. Ez a fensztervizve, ez az, hogy az ablak alatt áldogálva, mert ott állt. Az Attila, az meg ez a... Hát ez a ruházat, ez a magyaros ruházat, én nem tudom szépen elmondani, de... És most nem akarom azt, hogy olyan, mint a cicanat, de kicsit olyan, mint ugye, hogy azt mondhatom? Hát mégis úgy nézett ki, úgyhogy úgy lehet elképzelni, mert most így magamon nem tudom a szoknyán megmutatni, de az volt az Attila. Úgyhogy végül is ez nadrág. Leegyszerűsítve. Szerencsére Cévi Mónika ezt nem hallotta, aki rekonstruálja a ruhákat, mi együtt dolgozunk meg ezen az eseményen is, amit most mondtam. Úgyhogy... Na és volt egyetlen egy olyan, illetve volt egy kis rövidke búcsúzás, amikor kettesben voltak egy búcsúzás, tényleg csak egy búcsúzás, de amikor ténylegesen, teljesen kettesben voltak, ráadásul sötétben, az egyetlen egyszer adódott arra alkalom. Ez pedig úgy történt, hogy amikor a gödöllői vasútállomásra igyekezett a császári pár, hogy Budára akartak bemenni,
és esett az eső. Erzsébet is lóháton akart, Ferenc József is lóháton menni, meg a kíséret is, mint az előkelő kíséret a főhercegek, úgy értve, és Andrássy Gyulának ott volt éppen a kocsia, felajánlotta a kocsiját a számára. De az uralkodó nem fogadta el, csak a császárnénak, a királynénak fogadta el a kocsit, így Andrássy Gyula egy kocsiban utazhatott Erzsébettel, a királynéval. Azt tudják valószínű, hogy a gödöllői vasútállomás tényleg csak néhány percre van a gödöllői kastélytól, és idáig tartott ez az utazás, hogy a kastélytól az állomásig. És azért olvasnék csak föl ebből pár sort ebből a levélből, mert eléggé beszédes. Ugyanis Ferenc Idának személyes levélben mindent megírt Andrássy Gyula, úgyhogy ezt onnan is ismerjük, meg persze a leírásokból is, hiszen amikor megérkeztek az állomásra, akkor mindenki meglepődött, hogy hoppá, hát a császárné, hogy hol a király, hol a királya, amikor Andrássy Gyula segítette ki kocsiból a császárnét, a királynét. Úgyhogy azért ez ilyen eléggé meglepődős jelenet volt. Amikor megérkeztek a vasútállomáshoz, nem tudták nem észrevenni, mennyire megbotránkoztatták az embereket azzal, hogy a királyné a gróf kocsiából szállt ki. Egyedül, és a király és Vilmos főherceg csak később érkezett meg Lóháton. Andrássy az egészről levélben számolt be Ferenc Idának. Én voltam szerencsés őtet a vasúthoz kísérhetni, és én kísértem a terembe. Kifejtette a levélben azt is, hogy úgy tűnik, most már megöregedett, ha ő rámerik bízni a szép királynét, ráadásul, mint írja, így írta, most még ezt a végét olvasom a levélnek, éjszaka és sötétben. Egyéb iránt bevallom, hogy hosszú utat csinálni sötétben, egy döcögős úton, még a legokosabb családapának is gerandolog lehetne. Az én utam azonban egy pár percig tartott, és oly csak hamar talán senki nem feledné el, hogy kit bíztak reája. Azért ez a sor, hogy senki nem feledné el, hogy kit bíztak reája, ez nagyon beszédes. És amit mondtam, hogy nem Andrássy Gyulán múlott a dolog, de Andrássy Gyula rendkívül jó politikus volt, de ki tudja, hogyha rajta múlott volna, hogy akkor mi lett volna, de Erzsébet, ő nagyon elutasította az ilyen testi szerelmet, ő a plátói szerelemben hitt, a plátói kapcsolatban hitt, lealacsonyítónak tartotta, és tényleg ő számára csak a gyerek nemzés céljából volt ez a szerelem. És Ferenc József, illetve nem szerelem, hanem az együttlést, Ferenc József a legnagyobb bánattára Erzsébet mindig nagyon hamar áldott állapotba került, úgyhogy olyan nagyon sokat nem tudott vele együtt lenni, nem csoda, hogy másfele kacsingatott az uralkodó. Ferenc, illetve Andrássy Gyula nagyon sok levelét, meg visszaemlékezést, mindenfélét olvasta. Ez is olyan szép, amikor ezt írta a Ferenci Idának. Én nem tartozom azok közé, akik sok embert tisztelnek meg azzal, amit barátságnak szoktak nevezni. De ha egyszer e félét érzek valaki irányában, az tőlem csak úgy menekülhet el, ha minden áron le akar engem rázni. És amit mondtam, hogy Andrássy Gyula Ferenci Idának írta, de a levelek nagy része Erzsébetnek ugyanúgy szól, csak ezt nem írta le, hogy Erzsébetnek is szól. Úgyhogy ezt ugyanúgy Erzsébet is olvasta, és magára is érthette. Andrássy Gyula hódolattal szerette a királynét, és ez a hódolat derül ki minden megnyilvánulásában, a késcsókokban is akár, vagy ez, amit mondtam, hogy ez a sor, hogy oly csak hamar talán nem feledné el, kit bíztak reája, de hogyha írt is a királynénak, hogy megköszönjön valamit, akkor is mindig, hogy hódolattal a leghívebb alattvalója Andrássy Gyula, hogy ilyen szépen írt alá. Erzsébet pedig évekkel később az egyik unokahúgának bevallotta, hogy ezt mondta, hogy igen, ez igazi barátság volt, amit nem mérgezett meg a szerelem. Ezt hozzá szokták tenni, hogy a testi szerelem legalábbis nem, mert azt mondjuk nem tudjuk, hát nem láthattunk bele Erzsébetnek a lelkébe, úgyhogy ha elolvassák a könyvet, vagy aki elolvassa a könyvemet, akkor utána következtetésekre juthat, hogy vajon Erzsébet is szerelmes volt-e Andrássy Gyulába, vagy nem, vagy mit érezhetett, mert hogy azért ez egy nagy kérdés, hogy mi lehetett, viszont van egy olyan vers is, abból is idéztem itt a könyvben,
hogy amikor kigúnyolja, sorra veszi az udvarlóit, és ott van Ferenc József is, őróla ír a leghosszabban, és nagyon kedves kedve ír, de hogy a szamár feje, hogy mi trófea a szamár feje, de nagyon kedvesen ír Ferenc József, mert nagyon szerette Ferenc Józsefet akkor is, amikor már nem volt belé szerelmes egyébként, és akkor itt Andrássy Gyuláról pedig őróla ír a legszebben, hogy a második hűlóvagon volt, bármerre ment, nincs olyan jutalom, amit meg nem érdemelt volna. Ugye ezt írta Andrássy Gyuláról. Ahhoz képest, hogy a császár pedig a szamár feje nagyon kedves nekem, hogy így írt, ahhoz képest azért hát igen, azért most melyik a szem. Erzsébet Andrássy Gyula halála után is, még azért, meg ahogy elveszítette a fiát, hát rendkívül szomorú volt, rendkívül olyan állapotban volt, depressziós állapotban, azonban egyfajta humorát azért megtartotta, és gondoltam, hogy ezt is megmutatom önöknek, bár most már nem karácsony van, de nagyon közel vagyunk. Amikor kapott karácsonyra Ferenc József egy albumot tőle, ugyanis ő már nem ünnepelte, ahogy meghalt a fia, soha többé nem ünnepelte a karácsonyt, ami a születésnapja volt egyben, hanem azonban ajándékokat küldött, és amikor az egyik alkalom az egyik útjáról 94 karácsonyén egy albumot küldött neki, és az albumban ez volt beírva, így németül. Németül kérek, jól olvasott-e, jó? Megpróbálkozom el, János, inkább? Gott schütze und behüte dich. Igen, nagyon köszönöm. Szokott úgy, hogy a Vikivel szoktunk, amikor együtt előadunk, és akkor ő ezt így szépen elmondja, ezt az ő szájába adom, és most hirtelen rájöttem, hogy hoppá, ez most nekem kell. Na és az van, hogy sokszor csókol, ez azt jelenti, sokszor csókol, illetve úgy, hogy ez a mondat, és utána sokszor csókol, szeretőből zsíd. És azt jelenti a németül írt rész, hogy Isten óvjon és áldjon meg, és tartson meg. Isten óvjon és tartson meg, és ez a szerető Bözsit, hogy Erzsébet még így is, hogy így azért ilyen kis viccesen, hogy Bözsinek írta magát, és ez az, hogy félig németül, félig magyarul, hogy ezzel utalt azért, hogy hát én már annyira elmagyarosodtam, hogy én most már nevem nem is Erzsébet, hanem Bözsi. Mert nagyon szerette Erzsébetnek aláírni hivatalos, hogy a külföldön is volt Erzsébet királynéként, és Erzsébetként aláírni, és nem Elizabetként mondjuk a vendégkönyveket például. És Ferenci, illetve itt van Mária Valéria, ez is a könyvemből egy levél, hogy magyarul levelezett vele az édesanyja, csak magyarul kellett beszélnie vele, és hogy hogyan érsem, mindjárt a végére érünk, és hogy hogyan érintette ez Valériát, hát nem valami jól, hogy egész életében csak magyarul beszélhetett az édesanyjával, és a királlyal is csak magyarul, az édesapjával is, mert, és sőt a testvéreivel is, amikor együtt voltak, az egész család magyarul beszélgetett, és ezt mind Erzsébet akarta. Főhercegnő ezt annyira nem szerette. Kornis grófnét látjuk, ott Erzsébet magyar nőt jelölt ki, főudvarmesternőt, nevelőnőt Valéria mellé, és az volt a feladat a Kornis grófnének, hogy csak magyarul beszélgessen Mária Valériával. Mária Valéria azonban átváltott neki mindig német, és kérte, hogy németül beszélnek, nem akart németül beszélni. Valéria naplójából ismerjük azt, hogy Erzsébet kifejezte ez iránt felháborodását Ferenc Józsefnek, hogy micsoda dolog, hogy csak németül hajlandó Valéria Kornis grófnéval beszélni. És akkor Ferenc József tettette a csodálkozást, hogy tényleg csak németül akar vele beszélni. És azt igen, hogy németül, hogy nem akar magyarul, nem hajlandó magyarul beszélni, nagyon fel volt háborodva Erzsébet, és akkor Ferenc József így is mosolygott a bajusza alatt, ezt Valéria írta le a naplójába, és mondta, hogy nagyon helyes, nem is baj, beszéljen csak németül. Úgyhogy akkor ez Valériának annyira nagyon örült, hogy jaj, de jó, akkor legalább az édesapámmal németül beszélhetek, és nem kell magyarul beszélnem. Úgyhogy ezt csak azért láttam le, hogy itt a magyar király kisasszonya, aki itt mondjuk hasonlít Erzsébetre, de hogyha majd megnézik otthon az interneten bárhol a képeit, akkor azért látni fogják, hogy Éva, te is. Hogyha végignézed, hogy látni fogod, hogy akkor a Ferenc Józsefre sokkal inkább hasonlít, mint Erzsébetre vagy Andrássy Gyulára. Andrássy Gyula halála után írt a naplójába Mária Valéria, hogy a mama csak most tudja igazán, ki volt neki Andrássy, mert most érzi magát először elhagyatva most, hogy se tanácsadója, se barátja nincs többé. Úgyhogy most akkor ez, hogy barátság vagy szerelem volt, akkor szerintem majd otthon még gondolkozzanak ezen. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek az előadásra. Ja igen, és akkor azt akartam, még gondolkodtam, hogy mit akarok. Ide lehet jönni, és János, a gróf úr megmutatja önöknek.
ezeket a szép tárgyakat, a könyvet is meg lehet nézni, a könyveket is, akkor meg lehet nézni azt is, ajánlom, hogy azokat a gyönyörű dolgokat nézzék meg, ami ott van az asztalon, mert azokat lehet interneten is rendelni, hogy már megnézni is nagyon jó. Úgyhogy bármit is, könyvet is, igen? Lesz valami esemény, amit mindig csak megtennétek. Ja. Ja, igen, jó, akkor annyit mondok arról az eseményről, hogy március 25-e szombat. Az egy szombati nap, ugye 25 szombat? Remélem, de szombati nap, március 25-e, és a Kondor Béla Művelődési Ház szervezi ezt az eseményt, és nagyon... Nem, az a helyzet, hogy előre nem szeretek ilyenről beszélni, de több ruhát viszünk, ruharekonstrukciót, akkor többen leszünk, ének is lesz az Elizabethből, akkor a Vikivel én fogok előadni, akit láttak a képen, és itt volt múltkor. És nagyon különleges ruhában lesz Vas Viktória, nagyon különleges ruhákat fogunk megmutatni, ott lesz Vilma Melinda, akivel szintén elő szoktam vele is adni, és hát persze Cédi Mónika, és Halmos Mónika pedig kóstolót fog a Monarchia ízeiből. Úgyhogy így röviden, úgyhogy nem mondtam el semmit, de nagyon picit mondtam, úgyhogy nagyon szép esemény lesz, mert általában ezek a programok csak magán programokként szoktak megvalósulni, mondjuk külföldieknek, mármint az ilyen, amikor ennyien együtt tudunk lenni, úgyhogy nagyon örülünk, és azért említem most ezt, hogy tényleg ez jó lesz, mert ennyien együtt tudunk lenni. De nagyon szépen köszönöm, az oldalamon is tudják majd figyelni, mert még nincs meghirdetve, mert most írtuk alá a szerződést, úgyhogy szerintem is én nem szoktam megnézegetni, mikor hirdetik meg az a helyzet, de biztos, hogy nincs még meghirdetve. Úgyhogy más nem is tudok róla, hogy pontosan mi lesz még ott, hogy lesz, de állítólag a többi program is szép és nagy lesz, de semmi más nem tudok.